Kutya helyett Józsi van. Nem helyett, hát a kettőnek egyszerre kéne lenni Józsinak, hogy azért szakmailag megalapozott legyen a kóstolás, és kordában legyen tartva a macska és a kutya, illetve a videóza, és még ahhoz kéne a kutya, de nem baj, mert voltak azért többen derpegtek, hogy hát ez nem tartjuk kordában az állatokat, ez így nem jó. Elismerem, hogy lehet, hogy nem jó, csak a macskát nem nagyon lehet kordában tartani, az a helyzet. Tehát nem véletlenül az oroszlán szelídítők nem macskát szelídítenek. Tehát az oroszlánnal könnyebb, mutatsz neki egy ostort, és egyből összeszarja magad egy macskának, mutogathatsz akármit. Na, a két hétben volt valami érdekes, Szilárd? Történt valami? Hogy áll a pub? Megjöttek a festők, minden jól megy, jövő hét péntekre, vagyis most péntekre végeznek, utána már csak villanyfölszerelvényezés, pult visszarakás és ilyenek lesznek. De már csak fog kinézni? Teljesen. Ja, na. Ugye maga a hely nem, tehát falat nem raktunk, meg bontottunk, mert nem tudsz, de maga az de egész dizájn, a világítás, a légtechnika lett légcserélő, hogy hátul ne izzadjál sörversenynél. Én mindenhogyan izzadok, Szilárd, azt a légtechnikát még nem találták fel, hogy én ne izzadjak. Ipari légcserélő és ipari klíma. Jó van, megnézzük. Majd leteszteljük. Én nem szeretem a klímát, én izzadni szeretek. Hát, szeretek izzadni, és tudok is. Na és akkor? Mi a sorrend? Fú, annyit rögtem, amíg olvastam a Gombaszlep ismertetőjét. Csernicki Botti? Meg volt? Mert nálad még a honlapon nem volt fent. Hát kérlek szépen, hogy a... Várjál, azt mondja, hogy bangladesi jackfruit, pillangó borsóvirág, és bolíviai rózsasó. Ezek nagyon fontosak. Legjobb. Na, mi legyen a milkshake? Minden savanyú, nem? Nincs egy normális ipa, mi? Nincs. Ez a Tokyo Soiree, ez meg fogalmam sincs, mi az ördög. Nyilván a lemonade-nek valami változata. Igen. A Tokyo Lemonade az egy Berliner Weisse, vagy mi a franc volt? Tokyo Lemonade, az volt a yuzus, valami, egy ilyen laza, savanyú. Ez lett belőle egy Tokyo Sour-jük, most meg ez a Tokyo Soiree. Jó, nézzük meg, ha már kézbe fogtam. 4-7-es. Ez is júzus. Zöldte a júzupüré, búzamalát, árpamalát, a víz, mangópüré. Fruity Berliner Weisse with mango. Green tea and júzu. Tehát egy akár vagy gyümölcsel, vagy baktériummal, teljesen baktériummal savanyított, majd lepasztőrözött, majd pezsgőélesztővel. Most a Berliner Weisse-t mesélem. Vagy ugye a gyümölcsökkel savanyított, és hát a Mad Scientist esetében hát nálunk mindig benne van a sörökben az X-faktorna. És van, aki azt kedveli, egy a szép, és ott ennek az árát se tudom, illetve már tudod az árát, Szilárd? Én tudom, csak ugye nem volt még megjelenve, úgyhogy nem láttad, de azt hiszem egy százassal drágább vagy olcsó, mint a mangó. Ennek nagyon jó illata van. A mangó pedig 1590. Akkor ez valahogy 1690 vagy 1490, ez a két opció van. Egy százas volt köztük a difi. Jól nézel ki, drágám, csinos vagy. Köszönöm. Néni, hol voltál, mikor elment? Motoroztam. Tudsz te élni. Na, szóval kurva jó illata van, Szilárd. Barackos illatú, tényleg jön. Kéne csinálnunk kis grofó, így elénekelni, hogy Szilárdom, ez a te kis világod, és akkor ezekre mindig... Bevágni? Mindig bevágnám. Ez ilyen Szilárd. Az illata is nagyon jó. Várj, de ebben valami mangó is van, ugye? Igen. De nekem barack az illat, nem mangó. Egyébként én is barackot érzek. Hú, Józsi, csináltam egy chili szószt, egy barackost. Őszi barackot truttyantottam össze aszalt sárga barackkal. Meg kell ülni ripenre a sárgával. Mit? Sárga kell ülni ripenre? És nem, ez is morugával. Hát, és ja, hogy ez olcsóbb, mint a mangós? Szerintem, vagy valahogy így, nem tudom. Mangó, zöldte a yuzu, zöldte az. Nem tudom, hogy ezt hol kell érezni, de lehet, hogy ott van. Itt kurva jó katyvasz, én a zöldteát nem érzem. A yuzut csak egy kicsit a bukéban. És a mangó barackká vált. És a mangó egy kicsit barackos, de nagyon jó. Tehát a héten, adásunk napján már valószínű megint meleg lesz. Mert most ugye a hétvégén volt egy hideg, de most lesz megint egy meleg. Ú, ez 20 óra.
Józsibe, igen, Józsibe küldte. Tökéletes arányok, tökéletes szénsav, gyönyörű. Fú. Nem hagysz a végére? Nehéz, mert nagyon finom. Nem édes? Nem, hát csavarjú Berliner. Nem édes, de nem is száraz, tehát van benne maradék gyümölcs. Fú. Szerintem ez édes lesz, akkor ígyjuk meg a... Ígyjuk meg Gézát. Bizárpa maláta, búza maláta, mangópüré, zapely, élesztő, laktóz, tonkabab, vanília kivonat. Földes úr Gézának valószínűleg... Tonkabab ültetvénye van. Valahol. Tényleg az van. Ez és annyira jól megy neki, nem, annyira jól megy neki, hogy látod? Igen. Ez ingyen, ingyen ad még 0,2-t. Rich Kids of Craft Brewery. Nem spórolt Géza tonkababba, basz. Uff. Keményen megtonkababozta, és itt már látszik, tudod, hogy ez nem egy filléres móka. Azt mondja, 1490, de filléres móka. Hát azért olcsó, amikor... mert jó a kedvezményem. Ja. Hűha, pedig ez egy... Kókusz van az illatába. Ez a tonkabab szerintem. Ez. Szakolj bele olyan, mint egy kókusz. Milkshake sour. Tényleg kókusz. De amit lenyeltem az előbb az ujjamról, az nagyon tonkabab volt. Bacos, ez a Géza menjen gyakrabban, jó. Menjen gyakrabban a reketjéhez, ez zseniális. Kérd még az alját. Ó, hogy ne kérném, hogy ne kérném. Oh. De ízében is kókusz egy picit. De aroma kókusz. Nem. Igazi kókusz? Az vanília, vanília. Vanília, várjál. Laktóz, tonkabab, vanília, kivonat. Vaníliából nem érdemes aromázni, mert megfogod, belerakod a ízéket, a szálakat, beáztatod abból. Nem működik, Szilárd, nem működik. Nem. Mióta próbálom most is, a múlt héten rápróbáltam. Még én sem vanília aromázok. Én is vaníliával dolgozom. De. Ah, és hogyan fölvágod a rudokat, kikaparod belőle? Ez baromi jó. Ez nagyon jó. Ez, de ez is jó. Szerintem és eddig ez a legjobb ilyen point. Most checkpoint, peach point, szerintem ez eddig a legjobb. A checkpoint is nagyon jó mindegyik volt. Mindegyik jó volt. Igen. De ez most nekem nagyon tetszik. Ez nagyon, nagyon jó. Nagyon érezni, hogy nem spóroltak a gyümölcse. És nagyon jó, hogy azzal a laktózzal. Érdekes, hogy a kávét megcukrozod, és elmegy a keserűsége. Pedig ugye az egy keserű, és azt kéne érezned a nyelveden. Itt meg hiába laktózozta meg. Kevés a laktóz, tehát valójában utóízében sincs szerintem édesség. Nekem kókuszon az utóízében teljes mérték. Géza zseniális, otthon ül a kis menkévjében, mi? És hát ott valamelyik villájában. Pörgeti a recepteket. Lehet, hogy ő vette meg a Lajcsinak az 5 milliárdos villáját. Igen? Na, tudod, nem kell fizetni a közműveket. Fehér Newberry mi? Papaya ribizli laktóz keks. Most nem tudom, hogy gondolom, hogy keks malátát raktak bele. Mindketten vagy ugyanarra gondoltunk. Blablabla, bla, bla, 5,6% vízálpamaláta, papaya püré, ribizli sűrítmény, búzamaláta, keks morzsa. Akkor nem keks malátát raktak bele, hanem hideg oldalon a komlóágyút feltöltötték? Kekszel. Házi, háztartási növényi zsír, térfogat neve. Növelő, cukor, aroma, színezék, karamell, laktóz, vanília, komló, és a végén szerényen sörélesztő. Hát de hogyha cukor van benne, akkor azt meg kellett állítani, vagy pasztőrözték, vagy szorbáltozzuk. De tudjuk jól, hogy abból olyan kevés kell bele. Olyan kevés, megmutatod a sörélesztő sejteknek a kálium szorbátot. Már csak elég elvinni előtt, és megijednek. Is, igen, le is állnak. Szilárd, ez úgy... mintha ez egy neked való dolog lenne. Hát, vagy már lehasadtál az ilyen teljes hülyeségekről? Nem. Jobban szereted, ha Géza csinál egy ilyen gyümölcsös kromofágot. Sokkal, sokkal. Mi sokkal? Hát sokkal jobban, mintha egy pát főzne. Ja. Szerintem erre ők se számítottak erre az ízre. Olyan hullámvasút íze van. Valahogy...
Nekem és mintha lenne benne vaskorlát. Igen. Igen. Vaskorlát, de miért van vaskorlát íze? Savanyú? Mit nem. Mondod? Hát a Gézájé után szavar. Nem. Igen, rosszul áll neki a... A Géza. Rosszul áll neki a Mango Point. Rosszul áll neki a Sour Tonka Series. Milkshake Sour él. Ízében nincs fém, illatában van vaslábi illata. Vaslábi íze nincs. De nagyon jön a vas. Kicsit nekem ez is a... Hát, hogy dobtak bele pár 200-ast. Kicsit nekem ez is a Mazagran istálló. Szép, és kellően döbbenetes. Áh! Basszus, a Szaminak olyan jó lett a Hellesze. Az biztos, hogy te nem fogsz árulni abból egy... Hát nekem mindegy, hogy Pilszt árulok, vagy Helleszét. Mert megkérdezem, mibe fáj egy hordó. Az, figyelj, az... A Pilsz helyett. Ja, hogy kettő együtt az nem lehet. Nem árultad a főkét láger. Igen, igazad van, hát ez, hova vezetne ez Mrs. Lipton? Fraktál, Endless Splash, na, ez kiüvölt a hűtőből, nem? Ez a tehén boci? Igen, tehén boci. Hát milyen az a címke, nem? Igen, Breakfast Sour, vagyis mint megtanultuk, a breakfast bármi, breakfast porter, breakfast stout, breakfast sour lényege, hogy a reggelihez szóba jöhető összetevők, de nem a szalonnás tojás és a bab, hanem a zab, a kakaó. Ebben mi van? Vizárpalmát, a búzom alatt, a zabpehely, fekete ribizli püré, fekete ápfonya püré, laktóz, kakaó, vanília, élesztő só. És amikor a Fraktál csinál egy sört, mi volt? Ez a második sörre, nem? Igen, be? Az első az kollab volt a Gézával. Az is nagyon jól megy, az a Common Ground. És valahányszor a Fraktál csinál egy sört, muszáj vagyok bevágni a tavalyi Tetris világbajnokság döntőjét, ahol egy Fraktál nevű csávó vívott, azt hiszem valami kínai egyébként. Needs, okay, perfect right there, but now we need something for the right side, the left side over there, and he's got it, the T-piece! Ezeket te hol nézed? Sehol, nem tudom már, hogy jutottam oda. Nem kell félni, nem nézek. Rögbit se tudok nézni, próbáltam. Fehér nyúl. Fehér nyúl? Csak az az apró betűvel. És nem adtam oda Józsinak. Te, és nem ribizlis volt? De, ribizlis. Ja, hogy a... Vettek a fehér nyúl már az agrán. Aha, ribizli püré. Valahogy tényleg olyan... Hullámvasút. Oh. Mm. Na, ez egy rendes szájonvágás. És kakaó. És kakaó. Igen. Hú, de jó. A kakaó ad neki értelmet. Nekem a tejbegríz jutott eszembe, de rájöttem, hogy a kakaó miatt. Breakfast. Breakfast sour. Tehát igen, a tejbegríz. Igen. Illata is kakaós, most már tudom kötni hozzá. Igen. Na hát, az illata még kakaósabb, igen, így. Igen. Most, hogy már tudjuk, hogy basszus, kakaó, nagyon. Most már tudjuk, hogy kakaó. Ugyanezzel érdemes lenne játszani, hogy ugyanez kevesebb ribizlivel, és nem tudom. Több tejbe grizzel. És több kakaóval, vagy valami. Nem, elég lenne szerintem lejjebb venni a ribizlit, és akkor még durvább lenne a kakaó. Így is tökéletes, csak ezzel még variálnék. Tehát ebből még... Ja, az is lehet. Így is érő az érzel. Ez egy kurva jó alap, meg Fraktál. Fraktál mi? Még nem tanultam meg. Még nem tanultam meg a nevét. Mindegy, mondd meg Fraktálnak, hogy nagyon jó, hogy ezt variálja még. 1590, de minőséget kapsz. Csernicit hagyjuk a végére, nem? Csernicit hagyjuk az a végére. Vigyünk még egy medet. Vigyünk még egy medet, de annyira jók. Na, ez is kiordít a hűtőből, azért nem. Szóval tudják, hogy ez egy klasszikus med. Nem szándékosan gagyi. De nem, ez nem gagyi, nem, ez retro, nem, ne keverjük a gagyit a retroval, ez ilyen 50-es, 60-as évek amerikai reklám stílus szerintem. Berliner. Ez a Mango Bay, ők azt írták, hogy ez a Mango Bay-nek a Tokyo Sour-ja. Igen. Úgyhogy mindenki tudja, miről van szó. Fölösleges is, megkóstolunk, ez a hűtőszekrényembe vándorol, és most nézzük a bibapot. Báh! Na jó, azért olvassunk bele. Vízmangó püré. Igen, ez töltsék ki belőle, még mielőtt kiborítod lendülettel. Kiborítottam? Hát nem, de képes vagy rá. Hát, hogy ne lennék rá képes.
vízmangópüré, árpamalata, búzamalata, zapály, komlóéle. Ennyi. Hát mi kell még? Egy ilyen straight edge mangó. Hopp. Illata komoly. Hogy lehet, hogy most a sörfőző elvtársak mind ilyen savanyukat csináltak? Így jött ki. Bah, ez nagyon nem mad scientist-es. Ez már az összetevőknél, hogy semmilyen... De ugyanaz van benne, mint a Tokióban, ugyanaz a sárga barack illata van. De tényleg. Ez sokkal könnyebb, mint a Tokió. Az jó, mert ez 5% az meg 4,7 volt. De a Tokió valahogy testesebb ízben, töményebb. Igen. Nem. Ennek mintha lenne egy pici... Visszakóstolva nem. Ennek mintha lenne egy pici élesztő a végén. De jó ez a barack mangó, amit használnak. Ez a... tényleg? Ez hogy? Miért? Ez egy őszi barackli. Én is egyébként ezen gondolkoztam így chili szószban, hogy jó a mangós chili szósz, de meg nem jön a mangó szállítmányom Spanyolországból, addig én sárga barackkal szutymákolom. Úgyhogy most van egy adag, már két adagot főztem. Van egy kápiás, az olyan, hogy hívják ezt a délszláv ajváros ízű. És közepesen gyilkos, hát nem, alig gyilkos. És van egy, abba két marugát raktam ebbe, a barackosban négyet. Szóval, még nem bontom meg. Gombaszlep, figyelj! Fingom sincs, úgyhogy mondja. Jól van, jól van, Boti? Mi az, hogy te nem ismered? Mit nem ismersz, a gombát vagy a szleppet? Ezt az egész. Itt van valami jazzes szöveg. Ez egy zenekar. Na, látod. Jazzból is sose hallottam róla. Nem. Cosmic News Hour. Cosmic News... Drink Jazz or Die. Ja nem, bebop drink, bebop sor jazz boys. Jó. Cosmic News Hour conditioned on Bangladeshi jackfruit, cactus water, ginger, flamingo, flamingo sparkles and butterfly pea flowers. Na hát az van, amit mondtam. Brewed by Chernitsky Botond, made in Hungary. Mennyi megy exportra ezekből? Hát szerintem a fele. Ha jól tudom, mindig az 50% van kb. De milyen országban vajon? Hát szerintem oda föl a skandinávok. Nagyon sokan oda visznek ugye terméket. Bangladeshi jackfruit. Utána kellett néznem a bangladeshi jackfruitnak. Nem különleges a bangladeshi jackfruit. De jó hangzik. De jó, jó színe van. Anyád! Mert Banglades főterménye a jackfruit. Azt a ami a világ legnagyobb gyümölcse. Ez az az Airwaves, amit te imádsz a lila, amit ja, a macskapisinek hisz. Azt hiszem, hogy az, amit Miles Davis hányt már a végstádiumban. Ez a te lila Airwaves-ed. Ne, van benne valami. Ezért érdemes volt. Szóval a jackfruit, azt hiszem a világ legnagyobb gyümölcse, és szétszedik ilyen kis naspolya méretű kis bizbaszokra, rózsákra, mint a karfiolt, és hogy a vegánok szeretik, mert hogy a rostjainak az olyan a textúrája, mint a hús lenne. Hát a vegán ne akarja húst tenni. Ha nem? Nem? Józsin, mit mondasz? Azért mondta, hogy mintha. Hát de basszus, ha vegán vagyok, akkor sem akarok hús érzetet, gondolom én. Mindegy, egy ilyen körriben... Pont láttam a YouTube-on, hogy van ilyen vegán kolbász, meg ilyen csicseri borsós bizbaszokból csinálják, döbörög a cég elvileg. Na, miért nem csinálsz te is vegán kolbász, tessék? Ugye? Elgondolkoztál egy pillanatra, ugye? Most akkor ki a hülye, Csernicki vagy te? Tessék. Ez vegán kolbászos sör. Ne adj ötleteket, mert megcsinálják. És viszont nem emlékszem, milyen íze van a jackfruitnak. Azt hiszem, hogy jellegtelen vagy olyan trópusi gyümölcs, de nem... Tehát én a duriánnal kevertem. Na, ennek az milyen íze amiben... van? Nem tudom megmondani, de van. Lila Airwaves. Igen.
Kis sós lila herbész, jó savanyú, finom amúgy, tehát, tehát csúszna, jó, tehát nyaralásra nem, vinnénk egy. Jó, de nem mondod el, hogy milyen ízű. Ez kartonnal. A lila herbész, nem, Szilárd igazad volt végtelen bölcsességedben, nagyon szép is a sör. Ki főzte? Csernicki. De volt. Reketje. Reketje. Na, biztos jókat röhögtek. Bangladesi jackfruit, a jackfruit a jákafa termése. Jákafa, tehát a jack lefordították jákafára. Jákafa, tehát pillangó borsó virág és bolíviai rózsasó. Azt érzem, a bolíviai rózsasó, igen. Az, az. Clorido de natrio, hiszen az, az tudod, a bolíviai rózsasó, de la rosa. Jó, de mintha valami wunderbaum ment volna bele a hideg oldalon. Nem? Finom, de nem mondod meg, hogy ez mi. Ez bármire kell adod. Hát figyelj, ez senki se a jákafát nem mondják meg. De ha én ezt kihoztam volna Lila Ervév címkével, akkor mindenki téged köpködne, hogy hát ez a Szilárd, hát ezeket a műanyag ízekkel ne ízéljen már. Yeah. És a, ha Csernicki? Akkor ekkor. Ó, Istenem, zseni, zseni. Jackfruit, hát mekkora ötlet a jackfruitot a pillangóborsó virággal, vagy mi az Istennel. Hmm. Jól esik amúgy. Jó. A bolíviai rózsasó. Igen, az a lényeg, hogy a sóból mindig olyat vesz, ami ilyen eldugottabb budai delikáteszekben van. Nekem most lesz egy söröm. Igen? Egy ilyen speciális só lesz hozzá. Na. Hát nem mondom el. De lesz. Speciális só? Hát, és sose hallottam, azt sem tudom, hogy létezik ilyen, de megtudtam. A helység az érdekes? Nem. Hát maga az egész só érdekes számomra. Tehát, hogy nem egy rózsaszi Himalája só, hanem valahogy az egész. Kértem szakmai segítséget sóügyben. Csernickitől? Egyből tudtak mondani sót. Csernickitől? Nem, egy szakácstól. És akkor mondtad neki, hogy ilyen egy hülyé hangzó sót mondjon? Adjon egy olyan. És? Most egyből volt a konyhán is. Akkor annyira nem különleg. De. És mondtad, hogy akkor adj egy tartóval, és azt belerakta? Nem, rendeltünk össze. És mikor lesz kész? Kilót. Hát, ha minden jó vagy, akkor 2-3 hét. Alig várom. Reketjénél készül, annyit elárulok. Jó, de nehogy a Csernicki felkösse magát, hogy rálicitáltak hülye sóban, nem? De. Szeretni fogod. Hát remélem is.